A Kállai gyűjtemény idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját, ezért minden hónapban egy kiskamara kiállítással mutatnak be olyan anyagokat, amelyek még nem kerültek korábban a látogatók elé. Először Kállai Kristóf életébe pillanthattak be az érdeklődők, ezt most Ilosvai Ferenc személyes tárgyai váltották fel. A nyírségi földbirtokos családból származó író egy ideig koncentrációs táborban is raboskodott, később feleségével sokat utaztak, és vadász szenvedélyét követve többször megfordultak Kenyában. Ezekről könyveket is írt, amelyek nem magáról a vadászatról, sokkal inkább a hozzá kapcsolódó érzéseiről szólnak. Hasonlóképpen állították össze a kiállítás anyagát is. Hogy itt alapvetően nem annyira vadászati eszközök vannak, nem puskák, nem ilyen közvetlenül ugye a vadászatot szolgáló dolgok, hanem a, úgymond a körítés, tehát olyan eszközök, ami egy vadásznak a szívéhez közel, ugye a pipatömők, vagy éppen a őzagancsra készített feszület, ami nyilván Ilosvainak a lelkivilágát nagyon jól tükrözi, hogy természet mellett ugye az Istent is nagyon becsülte és hitte. Úgyhogy mindenképpen fejlődöm a figyelmet, nem olyan vadász volt, aki rekordokat hajhászott, nem olyan vadász volt, akinek tele volt a háza mindenféle trófeával, ez az írásaiból is visszaköszönő. Olyan vadász volt, aki azért ment ki a természetbe, mert kint akart lenni. Ugye ő is írta, a puska csak egy indok volt, hogy kint legyen. Korábban együttműködési megállapodást kötött a Kállai Gyűjtemény és a Vármegyei Vadászkamara, ezért ahogy sok más kiállítást, ezt is kíséri múzeumpedagógiai foglalkozás. Tulajdonképpen havonta szoktuk frissíteni a kiállítási anyagot, és mindenféleképpen szeretnénk erre is múzeumpedagógiai foglalkozást. Az elmúlt hónapokban már bizonyította, hogy nagy igény van rá. Ebben nagy segítséget kaptunk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Vadászkamarától, hisz itt élő állatos bemutatók is vannak, nem csak vadászkutya, hanem a vakvezető kutya, vagy itt éppen a solymászattal lehet megismerkedni, úgyhogy van, igenis szervezünk rá mindenféleképpen. A kiállítás június 2-áig látható, azonban a vitrinek száma folyamatosan fog csökkenni. Emellett pedig már a májusi programokra is készülnek a Kállai Gyűjtemény dolgozói. Ebben a hónapban az ilosvai kiállítás kerül bemutatásra, majd pedig május 5-én egy konferenciát tartunk, és 19-én pedig nyitjuk azt a játékkiállítást, amelyben három kiállító lesz, a Kecskeméti Katona József Múzeum, a dr. Martosi György gyűjtő anyaga, illetve egy kollégánk Balogh Józsefnek az anyaga is. Ezek játékfigurák, a Star Wars relikviák, illetve a játék történetét mutatja be a Kecskeméti Katona József Múzeum anyaga. Ezeket a múzeumok éjszakáján is láthatják majd az érdeklődők június 24-én.